Szent Lukács evangéliumából. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Kegyelmet találtál Istennél. Mintha a célban lennénk. A közelség még megmaradt távolságában azonban mégis felmerül a kérdés: valóban helyben vagyunk? Az utolsó métereken vagyunk, amelyek felelevenítik bennünk a megtett utat, annak szépségeit és nehézségeit egyaránt. Egy összefonódott külső és belső út gazdagsága tárul ma elénk. És ennek a megtett útnak a gyümölcseiből ma ajándékot vihetünk a közénk születő Isten fiának. Az adventi szent idő kezdetén sokan indultunk el. Remélem, a megérkezés és a találkozás öröme épp így sok embert tesz boldoggá a mai napon. Ez a nap is épp oly döntő fontosságú, mint az összes többi. Helyben kell lennünk, a jelenben, ott, ahol jelen van az Isten. Ma sok minden leköthet, elterelheti a figyelmünket a lényegről. Ne felejtsük el azonban azt, akiért ezt a hosszú utat megtettük. Ma ez adjon lendületet a napunkhoz. Az Úr közel van. Érdemes rá még egy keveset várakozni, valamint a szívünket ő előtte kitárni, hisz tudjuk, csak nyitott szívvel lehet átélni a titkokat. Még karácsony titkát is. Ma mit vagy kit viszel magaddal a templomba születésnapi ajándékként Jézusnak? Ha ezzel a kérdéssel a szívedben készülsz, ünneped bizonyára nem lesz eredménytelen. Kegyelem teljes karácsonyi ünnepeket és áldott találkozást kívánva, mindenkinek szívből kívánom, hogy mindannyian kegyelmet találjunk Istennél.